A nyár közepétől szinte napról napra nyomon követhették a migráns helyzetet, íme néhány kulcsfontosságú esemény és dátum, főként az itthon történtekről. 2015 elején itthon a bevándorlási hivatal adataiból már látszott, hogy az előző évekhez képest néhány hónap alatt 20-szorosára emelkedett a menedékkérők száma hazánkban. A migránsok a balkáni államokból érkeztek, de már ekkor is jelentős számban jöttek Szíria háborús övezetéből is. Tavasszal viszont egész Európát elöntötte a menekült áradat. Érkeztek az illegális bevándorlók vizen, szárazföldön, embercsempészeken keresztül jutottak el a nyugat-európai és közép-európai országokba. Minden állam a maga hatáskörében saját eszközeivel kezelte a kialakult helyzetet. A nyár végére tranzitzónává változott a budapesti keleti pályaudvar, Magyarország déli határain naponta több ezer menekült jelent meg, papírok, hivatalos okmányok nélkül akartak tovább haladni Németország felé. Kezelhetetlenné vált a helyzet, míg nem Magyarország úgy döntött, minden országnak joga van a határait és területeit védeni a számára megfelelő módszerekkel. Július közepén elkezdődött Móra Halom külterületén az ideiglenes műszaki határzár építése. Szeptember 15-e fordulópont volt a migránsválság kezelésében, ugyanis Magyarországon életbe léptek az új menekültügyi szabályok. A törvénycsomag módosítása lehetővé tette a tranzitzónák felállítását a határon, büntethető lett a határzár tiltott átlépése, a kerítés rongálása. A folytatódó migráns áradat nyomán a nyugat-európai politikusok között is voltak, akik lassan-lassan elfogadták az Orbán Viktor miniszterelnök által javasolt megoldásokat. Az éves összesítés szerint október elejére a Magyarországra belépő illegális migránsok száma már a 357 ezret is meghaladta. A határzár és a szigorítás után útvonalat változtattak a menekültek Horvátország és Szlovénia felé. A napokban pedig ismételten előkerült a kvóta elosztás ügye, Magyarország következetes maradt ebben a kérdésben is. Köszöntöm a stúdióban dr. Tilki Attilát, nem csak mint országgyűlési képviselőt, de mint az Európa Tanács tagját, illetve a Magyar Parlament Külügyi és Költségvetési Bizottságának tagját. Jó estét kívánok, köszöntöm még egyszer. Amint elhangzott, ugye a migráns helyzet szinte napról napra változik. Ma például rendkívüli uniós csúcsot hívtak össze Brüsszelben, erről túl sokat még nem tudunk. Azt viszont érdemes talán felvázolni, hogy hogyan is alakultak az elmúlt hónapokban, hogyan alakult Magyarország megítélése az egyes intézkedések tükrében. A Európai Uniónak több szerve is folyamatosan foglalkozik a migráns helyzettel, azon belül Magyarország megítélésével. A Európa Tanács legutóbbi ülésszakon is a politikai bizottságban külön téma volt a magyar migráns kérdés, egyáltalán Magyarország hogyan kezeli. Itt két szintre lehet azért osztani, van egyfajta hivatalos álláspont, és ha a képviselőtársainkkal beszélgetünk, legyen az osztrák parlamenti képviselő, bajor német parlamenti képviselő, akkor sokszor a hivatalos és a nem hivatalos álláspontok elválnak egymástól. Az látszik, hogy amit mi jó előre jeleztünk, hogy nagyobb számban várhatóak a migráns tömegek, azt először az Európai Unió, mint egy Magyarország saját problémájaként kezelte. Valós odafigyelés nem volt tapasztalható rögtön az elején, most nyár elejére gondolok. Mi azonban egy olyan felhatalmazás mellett döntöttünk arról, hogy ha kell, akkor jogszabályokat is módosítani fogunk, ami azért példátlan az Európai Unióban, hiszen nemzeti konzultációval megkérdeztük a lakosságot, és nagyon-nagyon sok válaszadó markáns véleményt fogalmazott meg a migráns kérdés kezelésével kapcsolatban, hogy mit várnak el a kormánytól, és mit várnak el a parlamenttől, tehát kellő jogalappal hoztuk meg, hogy a határ fizikai megvédését lehetővé tevő jogszabályokat, és láttuk is ugye a röszkei eseményeknél, hogy igenis fontos volt a magyar parlament döntése. Egyébként a röszkei esetnél az első vonalban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrök is voltak ott, és ha beszélgettünk magyar emberekkel itt Magyarországon, akkor mindenki azt mondta, hogy példásan állt helyt a rendőrség, sőt, hát többször parlamenti ülésen is megköszöntük a rendőröknek a munkáját. Hiszen az események alakulása vissza is igazolta ezeket az intézkedéseket. Így van, hát látjuk a fizikai határzár megépítése után a horvát
határon, horvát-szlovén relációban most legutóbb, hogy azért milyen káosz és fejetlenség alakul ki. Az a Horvátország, amelyik bírált bennünket, önmaga egyszerűen képtelen volt a migráns kérdést kezelni. És az Európai Unió vezető tagállamai van, és akár belpolitikai viták is keletkeztek. Itt a CDU-CSU német konfliktusra kell gondolni, hiszen látszik az egyrészt Ausztria is ugye bejelentett, hogy csökkenti most már a befogadott migránsok számát, fontolgatják a kerítésfelhúzást, akár ők is, akár a németek is, és látszik az, hogy Németországban ugye a migráns bevándorlás határozottan ellenző csoport folyamatosan tüntetést tart, és egyfajta belpolitikai válság is, ha úgy tetszik, persze még azért a válság szóltan lehet egy kicsit erős, alakult ki Németországban. Akikkel mi beszélgetünk, személyesen képviselők, képviselőtársaink, más ország parlamentjéből mindenki dicséri a magyar kormánynak a lépéseit, hiszen láttuk azt, amikor a Horvátországban meg akarták mutatni a horvát határőrök a menekülteknek, illetve pontosabban a túlnyomorész gazdasági bevándorlóknak, hogy ez itt kérem a határ, és megkérték őket, hogy ne lépjék át. Hát igazából a migránsok ezzel a kérdéssel nem foglalkoztak. Látszik az, hogy csak egy valós fizikai védelem esetén módosítanak az útvonalon, és kerülik el. Az természetesen látszik, hogy szervezett ember, csempész, bandák és szervezetek irányításával történik ez a hullám, ami nagyon-nagyon sok érdekes kérdést vett föl. Miért pont most jönnek? Ugye nem csak szír bevándorlók érkeznek a Európai Unió területére, hanem jelentős számban afgánok, jelentős számban koszovóiak, és az sem ok, hogy most hirtelen háborús helyzet van, hiszen Afganisztánban régóta háború van, Szíriában sem. Most kezdődött el ez a konfliktus, és hogy a helyzet komolyra fordult Németországban, azért mindenféleképp jelzi a kancellárasszony törökországi látogatása. Az uniónak komolyan kell venni Törökországot, hiszen a legkomolyabb befogadó állomások Törökországban vannak, menekülttáborok, és a Törökországa mindig is az utóbbi több mint 15 éven keresztül a 20 megerez meg taktikát játszott az Európai Unió. Fel is veszlek tagállamnak, meg nem is veszlek föl. És most ugye a török kormányfő is azt mondta, hogy ahhoz, hogy a török menekülttáborokat megerősítsék, ahhoz komoly Európai Uniós gazdasági segítség kell, valójában, amit annak idején Orbán Viktor is mondott. Úgy tűnik, hogy elég komolyan átrajzolja a diplomáciai viszonyokat ez a menekült helyzet. Magyarországra vonatkoztatva ez mit jelent? Hát egyrészt ez egy nagyon érdekes dolog, ugye? Ha azt nézzük, hogy kerítést építettünk Szerbia és Magyarország határán, és mégsem mentek a politikai csatározások, akkor ez is egy érdekes kérdés. Horvátországgal kapcsolatban mi segítettük talán legjobban a Európai Uniós csatlakozást, és mégis Horvátországtól kaptunk a legtöbbet úgy, hogy egyébként az élet bizonyította, hogy a horvátok képtelenek voltak kezelni a bevándorlók kérdését. Természetesen itt belejátszik a horvát választás is. Tehát minden Magyarország megítélését az illetékes országokban a helyi választásokon keresztül, vagy választások szemüvegén keresztül is nézni kell. De sosem volt ilyen rossz a délszláv háború óta például Horvátország és Szerbiának a viszonya. Nagyon érdekes a V4 országok szerepe. Sosem volt ilyen jó Magyarország és Szlovákia viszonya. Ugye a szlovák rendőrök búcsúztatásán Fico elnök úr is ott volt, és azt mondta el, hogy józan parasztésszel, úgy, hogy az emberek gondolkodnak a jövőjüket érintően, talán csak a V4-es tagállamok tudnak gondolkodni. Azzal, hogy együttműködünk, azzal, hogy ide érkeznek V4-es tagállamból rendőrök, meg tudjuk azt mutatni, hogyha összefognak az országok, akkor meg lehet védeni a határt. Ezzel üzenni szeretnénk V4-es tagállamok az Európai Uniónak, hogy talán ez is egy megoldás lenne, sőt, ez lenne egy megoldás, hogy az Európai Unió határait meg kell védeni. Ha Magyarország megtudta, akkor összefogással meg lehet védeni akár Görögország határát is. Érdekes a lengyelek viszonya.
hogy a kvótarendszerben Lengyelország nem utasította el határozottan a kvótát. Ha megnézzük a lengyel akár sajtó oldalakat is, de akár a baráti Facebookos oldalakat, hiszen magyar-lengyel két jó barát, szinte mindenkinek van lengyel ismerőse, akkor sorba jöntek az elején az elnézést kérő e-mailek, amiben elnézést kértek a lengyelek, hogy ők nem szavaztak határozottan a kvótarendszer ellen, és folyamatosan érkeznek a támogató e-mailek is, hogy a lengyel nép az a magyarokkal van, a lengyel nép az Orbán Viktorral van, természetesen itt is, ezt is a választások szemüvegén keresztül kell nézni. Tehát nagyon érdekes és izgalmas folyamatok zajlanak diplomáciai téren is, és ami még nagyon érdekes, a sajtó és a kisember viszonyát is átrajzolja a mostani migráns kérdés. Innen is látszik, hogy minden válsághelyzetben benne van egy utalabb pozitívum is. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, fogunk még erről beszélni, én ebben biztos vagyok. Köszönöm szépen a lehetőséget.